Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Szeretettel köszöntünk mindenkit itt Angyalföldről, a Szent Mihály plébánia templomból, és megkülönböztetett szeretettel köszöntjük körünkben Nagy Bálintot, aki a jezsuita rend hivatás gondozásáért felelős. Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk. András atya itt ül egyébként a padban, és az imént pont bejött a sekrestyébe, és kérte Krisztalinét, hogy kapcsolja be a padfűtést, mert itt elég hűvös van még a templomban. És pont ez jutott eszembe, hogy e kapcsán kérjük azt tőled, kedves Bálint, hogy kapcsold be a lelki fűtésünket, szítsd fel a Szentlélek segítségével azt a tüzet, ami kell ahhoz, hogy ki tudjuk tárni a szívünket, és be tudjuk fogni, be tudjuk engedni Nagy Hétnek az üzenetét, és a megváltás titkát, hogy eljusson a szívünk közepébe. Köszönjük, hogy itt vagy velünk, köszönjük, hogy elvégzett és segítesz bennünket a készületben. Istenhoz. Köszönöm szépen, nagy örömmel jöttem. Kezdjük el ezt a szentmisét és ezt a tridumot az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Isten hozott minnyájatokat, érkezzünk meg először önmagunkhoz, egymáshoz, akik most együtt imádkozunk, és az élő Istenhez, aki belép abba a térbe, ahol most vagy, ahol vagyunk, és kérjük a tiszta szív ajándékát, amit önmagunktól nem tudunk elérni, de elfogadni el tudjuk. Kérjük, Urunk, hogy tisztítsd meg szívünket, hogy egyre inkább láthassunk úgy, ahogy te látsz, és érezhessünk úgy, ahogy te érzel. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten,
bocsássa meg bűneinket, és vezessen el minket az örök életre. Amen. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Könyörögjünk! Urunk Istenünk, bocsásd meg, hogy emberi gyöngeségből vétkeztünk, és oldozd fel jóságosan bűneink kötelékét, ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Jeremiás próféta így panaszkodik szenvedése idején. Hallom sokak gyalázkodását, rettegés mindenütt, jelentsétek föl, följelentjük. Még azok is, akik barátaim voltak, bukásomra lestek. Hát, ha valamiképp törbe csalhatnánk, legyőzhetnénk, és bosszút állhatnánk rajta. De az Úr, mint hős harcos, mellettem áll. Ellenfeleim meginognak, s nem bírnak velem, szégyent vallanak, mivel mit sem értek el. Örökké tartó, soha el nem múló gyalázatban lesz részük. Te pedig, seregek ura, igazságos bíró, aki a vessék és szívek vizsgálója vagy, engedd, hadd lássam, miként állsz rajtuk bosszút, mert eléd tártam ügyemet. Énekeljetek az Úrnak, dicsőítsétek az Urat, mert kiszabadította a szegények lelkét a gonoszok kezéből. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Ragadj el engem, Uram, ellenségeimtől, taníts meg arra, hogy akaratodat teljesítsem. Ragadj el engem, Uram, ellenségeimtől, taníts meg arra, hogy akaratodat teljesítsem. Ki megszabadít az Uram a haragvó népektől, s a rejám támadók közül kiveszel engem. A gonosz embertől ments meg engem. Taníts meg arra, hogy akaratodat teljesítsem. Ragadj el engem, Uram, ellenségeimtől. Taníts meg arra, hogy akaratodat teljesítsem. Áldunk téged, Krisztus, örök dicsőség néked. Áldunk téged, Krisztus, örök dicsőség néked. Uram, tanításod lélek és élet, örök életet adó igéjéd vannak. Áldunk téged, Krisztus, örök dicsőség néked. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Egy alkalommal a zsidók köveket ragadtak, hogy megkövezzék Jézust.
Erre ő megkérdezte tőlük: sok jó tettet vittem végbe köztetek atyám nevében. Melyik jó cselekedetért akartok megkövezni engem? A zsidók ezt válaszolták: nem a jó cselekedetért, hanem a káromkodás miatt akarunk megkövezni, mert ember létedre Istenné teszed magad. Jézus ezt felelte: a Szentírásban nem de ez áll, én mondottam, istenek vagytok. Ha már azokat is isteneknek mondja az írás, akikhez Isten igéje szólt, és az írás nem veszítheti érvényét, hogyan mondhatjátok arról, akit az Atya megszentelt és a világba küldött, káromkodol, mert azt mondtam, hogy Isten fia vagyok. Ha nem cselekszem atyám tetteit, ne higgyetek nekem. De ha azokat cselekszem, és nekem nem akartok hinni, higgyetek a tetteknek, hogy végre lássátok és elismerjétek. Az Atya én bennem van, és én az Atyában. Erre ismét el akarták fogni őt, de kiszabadította magát kezükből. Ezután Jézus újra a Jordánon túlra ment, arra a helyre, ahol János először keresztelt, és ott is maradt. Sokan keresték fel, mert így vélekedtek: János ugyan egyetlen csodát sem tett, de amit Jézusról mondott, az igaznak bizonyult. És sokan hittek Jézusban. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, ennek egy ilyen plébániai tridumnak, mint amit most elkezdünk ma, ez három alkalom, és a beszédek, amelyeket majd a Szentmisében fogok mondani ma, holnap után, az összefügg, remélem. Mégpedig olyan módon is, hogy az a nagy remény, hogy tényleg segíteni fog benneteket otthon, ahol most vagytok és imádkoztok, és ez a padfűtés, amit mondtál, ez nagyon, nagyon ilyen lenne, tényleg ez. Hogy az a hűvösség, ami körülvesz bennünket, bizonytalanság, hogy lesz ez, itt a nagy hét körül szeretnénk megélni, tényleg szeretnénk közel kerülni hozzá, hogy annyira jó lenne, hogy ezek a gondolatok, meg a közös imánk most tényleg segíteni a saját személyes imátokat otthon. A három téma, a három napnak a következő lesz: a mai témánk lenne az oda találni, az imádságról lesz szó úgy egészében, és három része, mint hogy olyan lenne, mint amikor egy imádságot előkészítenétek. A mai alkalom az odatalálás, az előkészület, a holnap lenne az elidőzni, és holnap után pedig vasárnap az együtt lenni, együtt élni, élet születik ebből az elidőzésünkből. A mai evangéliumban Jézus jót tesz, és valahogy amikor elkezdünk imádkozni, és a szívünk odafordul az Isten felé, akkor nem csak azt keressük, hogy vajon Jézus mit tenne? What would Jesus do? Emlékeztek erre a karkötőre. Na, mit tenne? Vajon Jézus mit tenne most? Vagy mit tesz ő? Hogy amikor imádkozunk, azt arra figyelnénk, ahol ő, nem csak hogy mit teszünk, mi hogyan készülünk elő, hanem hogy ő mit tesz. És ez a padfűtés hasonlat azért is áll most, mert ezt nem te csinálod. Hogyha elképzeltek egy hűvös templomot, ahol most az atyák itt ülnek, akkor a fűtés az jön, az történik. És az imádságot pedig valahogy szeretném, hogy a kapcsolatnak látnánk, nem pusztán annak, hogy te mit teszel, hanem a te keresés, és ahogyan te imádkozol, találkozik azzal, ahogyan az Úr keres, és ahogyan ő imádkozik. Ahogy Jézus tanít bennünket imádkozni, emlékeztek így: mi atyánk, imádkozzatok úgy, mint egy gyermek, aki nem gondolkozik, nem agyalja túl, hanem egyszerűen odafordul a szüleihez. És a mi imánknak is az első tere, amire meghívnálak benneteket, ez nem annyira itt gondolkozzunk az imádságról, hanem ott, ahol most ültök, és ott, ahol ezekben a napokban imádkoztok, imádkozunk otthon, tudunk-e így szívből odafordulni?
oda találni. Előjön az a, több képe van az imádságnak, ami az elmúlt időszakban nagyon kifejezi számomra az imádságnak a lényegét, azért hozom most újra ide, mert itt ez a padfűtés hasonlat lenne, mint a szőlőtő szőlővesző téma, hogy ott ülsz rajta, ott vagytok rajta, nem kell messzire menjetek, hanem valahogy rajta vagy a szőlőtövön. Emlékeztek, én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlőveszők, és arra hívtalak, hogy gyümölcsöt teremjetek. És azt hiszem, tudtok csatlakozni ehhez a vágyhoz, hogy annyira jó lenne gyümölcsöt hozni most. Annyira jó lenne, hogyha ebben a nehéz időszakban tényleg szívünk találna biztonságot. Tényleg tudnánk családtagjainkat úgy köszönteni, vagy nem tudom, majd virtuálisan talán locsolni, vagy kifejezni azt, ami történik velünk, és az Istennel is így elengedni, hogy szeressen bennünket, hogy annyira vágynánk erre. És saját erőből eljutunk egy darabig, és főleg amikor nehéz, meg hűvös van, akkor vannak határai annak, amire mi vagyunk képesek. És meghívlak benneteket, hogy amit mi tudunk tenni, azt tegyük meg, viszont amit ő tesz, arra pedig most szeretném, ha érzékenyek lennénk. Hogy ahonnan a melegség érkezik, ahol a szőlőtövön vagytok, az itt van, az közel van. És akkor meg is állnék egy pillanatra, és meghívnálok benneteket. Mi történne, hogyha engednétek magatokat most a szőlőtőre? Hogyha éreznétek egy kicsit a padfűtést, anélkül, hogy túlagyalnátok? Hogy a szeretet, az Úr közeledése, az a nagy hét, amire készülünk, ahogyan ő szeretni fog bennünket, ez ő teszi. Már ott vagytok, ott vagy. Tudjuk-e szívünk figyelmét oda irányítani a szőlőtőre, oda irányítani, ahol a melegség érkezik? És ha próbáljátok most meg, ne menj messzire belül, hanem engedd meg, hogy az imádság történhessen, mint egy gyermek. Mi atyánk, itt vagyok, feléd fordulok. Mi történik benned, amikor nem teszed, hanem engeded, hogy az imádság történhessen. Az Isten gyermeke vagy, ott vagy a szőlőtövön. Szent Ignác három hangról beszél, ami megszólal bennünk. Az egyik az én hangom, az én saját hangom. A másik hang az Úrnak a hangja, az Isten hangja, és a harmadik meg a kísértőnek a hangja. És amikor csöndben vagyunk, és imádkozni kezdünk, akkor ezek a hangok megszólalnak belül. És akkor nagy kérdésünk az lesz, honnan tudom, hogy a szőlőtövön vagyok? Honnan tudom, hogy most leülök, engedem, figyelek, hogy tényleg az ő hangjára figyelek? És nem a sajátomra, nem a kísértőjére, tényleg vele vagyok. Mert a szándékunk ez, oda irányulni rá. Az első, az odafordulásunk, tehát keressük ezt. Keressük őt, felé szeretnénk, a szándék, ezt értitek, a vágy, a szándék, hogy felét szeretnék fordulni. De aztán nem tudom pontosan, mi történik. Ott van egy kiszolgáltatottság bennünk, ami majd a holnap ezt közelebb kerülünk, hogy mi történik magában az elidőzésben, de a keresésünknek, az odafordulásunkban, amit keresnénk most, ez egy belső intuíció, egy belső hang, ahol az Istent érzékelhetjük. Még nem tudod biztosan, hogy ő volt-e. Nem tudod rögtön megragadni. De keresésünkben, ahogy odafordulunk hozzá, teret adunk annak, hogy megszólalhasson, érzékelni. Spanyolul, nem tudok spanyolul, de ezt mondják, hogy a gustare, ez ezt jelenti, és Ignác többször használja a Szent Ignác a lelki gyakorlatos könyv, hogy ízlelni, érzékelni. És ez kell idő, egy kis idő és tér, hogy a szívünk, vagy a belső valóságunk, ami körülvesz bennünket, azt érzékelni, ízlelni tudjuk. Will Lambert a Valóság szeretete című könyvében ír arról, hogy ez olyasmi, mint amikor egy erdőbe kirándulsz, és nyomokat látsz a hóban vagy a sárban, és ott vannak valami nyomok. És két nagy kérdés van a túrázó előtt, vagy aki nyomkereső előtt. Az egyik az, hogy érzékeled-e, hogy milyen nyomok ezek? Szarvasi, vaddisznói, medvé, tehát hogy közel akarsz kerülni hozzá, vagy félelmetes, és el kell szaladni tőle. Tehát milyen nyomok ezek, amiket tapasztalunk?
Tehát, hogy egyik, hogy felismerjük ezeket a nyomokat, és a másik, hogy merre tartanak. Ha követni szeretnéd, akkor merre menj, és hogyha el kell fordulni, tudod, akkor, hogy melyik az ellenkező irány. És ugyanúgy a napunknak az eseményei, ahogy élünk, nyomokat hagynak bennünk. És ezek a hangok, vagy nyomok, amiről beszélek, ez az, vagy az Istentől származik, vagy a kísértőtől, vagy semleges, ott vannak. De hogy azokat a nyomokat keresnénk most, ahol az Isten érintett bennünket, ott vannak bennünk. Csak nagyon gyakran, ahogyan élünk, a gyümölcseinkre irányulunk, és nem annyira a szőlőtőre, vagy ezekre a nyomokra, amik érintettek bennünket. És az odatalálásnak most ez fontos pontja lesz a ma este. Mert szeretnénk érzékelni azokat a nyomokat, amelyeket a mai napunk eseményei, a hét eseményei, amik értek bennünket, és ott rátalálni arra, ahol az Úr kopogtatott, közel jön. Mert meglátjátok húsvét után, vagy a nagy hét után, ahogy az Úr belép abba a térbe, ahol az apostolok imádkozni fognak. Oda jön, ő is keres, nem csak te őt. Vagy ahogyan az elmúlt napoknak az olvasmányai, ahogy az angyal belép Máriához tegnap. Ő lép be oda, ahol Mária van, vagy előtte, hogy Nikodémus föltekint, emelt föltekinteted, nézz föl arra, akit keresztül szúrtak, nézz föl, emelt föl, nézz a fény felé. Na és ez történne most. Ha visszanéztek az elmúlt napra, vagy hétre, érzékeltétek a Jóistent közel magatokhoz valamikor? Ez a kérdés. Lehet, hogy amikor te imádkoztál, ahogy odatérdeltél az imasarkod elé, vagy kinyitottad a szentírásod, elmondtál egy rózsafűzért, vagy kiálltál az ablakba, sétáltál, beszélgettél valakivel, vagy teljesen spontánul, vezetés közben, hogy valami érintette az elmúlt időszakban, ahova vissza tudnál térni. Még egyszer, ez ilyen padfűtés, amikor melegséget érzékeltél. Megkérdezem tőletek, csak próbáltok meg érzékelni. Ha visszanézel az elmúlt idődre, érzékelted-e az Istent közel valahol? És ha igen, akkor hova tudnál most visszatérni? Hol találkoztatok? És ez komplikált kérdés most, akkor kérlek arra figyeljetek, hogy hol éltél az elmúlt időszakban? Hol volt benned élet? Még nem biztos, hogy az Úr ott van, de mégis keressétek, hol éltél? De ha lehet, akkor maradjatok most az elsőnél. Érzékelted-e őt valahol, ahol találkozni tudtatok? És az azért lesz fontos, mert amikor imádkozunk, vagy leülünk imádkozni, és teret teremtünk az imára, mindjárt mondok pár praktikusat majd a végén, hogy mit javaslok az imádság előkészítése terén, de amikor nagyon gyakran mindig nulláról indulunk, nem tudom miért. Mindig úgy kezdjük, hogy Atya, Fiú, Szentlélek nevében, mint hogy a Szentmisén így kezdjük, és ez így van jól. De magában a kapcsolatban, ahogy az Úrral vagyunk, ott vajon vannak-e, ez olyan, mint amikor találkozol egy ismerősöd, vagy akit szeretsz, házastársad, barátságban valaki oda jön hozzád, és azt mondja neked mondjuk, hogy figyelj, holnap megyek fogorvoshoz, fáj a fogam, nem vagyok túl jól, holnap megyek fogorvoshoz. Ha holnap találkozol vele este, mi az első kérdésed? Milyen volt a fogorvosnál? Vagy hogy vagy? És az imánkban néha, mint hogyha mindent előről kéne kezdeni. Atya, Fiú, Szentlélek nevében, amen, és akkor elmondok valamit, és mint hogy a másnap ugyanúgy nulláról indulna minden. És amikor ezt keressük, ezt a szőlőtövön létünket, és oda találunk, ahol ővele vagyunk, ott zajlik egy párbeszéd, ami lehet, hogy nem zárult még le, lehet, hogy ma kezdődik. De lehetséges, hogy folytatódik valami, ami történt veled, történik veletek. Tehát ez egy kapcsolat. És a kapcsolatban nem mindig indulunk nulláról, hanem benne maradunk egy párbeszédben, érzéseink vannak, és az Úrnak is. Neki is vannak érzései, mert a következő napok meg hetek így róla fognak szólni, az ő szeretetéről, az ő önátadásáról, az ő szenvedéséről. És annyira szeretné veled megosztani, neked adni. Honnan tudjuk, hogy ő az? Még egyszer, mielőtt még túl komplikálnánk, adjatok egy kis hitelt ma este, hogy nem biztos, hogy tudod, hogy ahol élet volt,
ahova fordulsz most, amit találtál, az 100%-osan biztosan ő. De mi van, hogyha igen? Szentírásból elő fog jönni újra és újra, gyümölcséről ismeritek föl a fát. Érzékelitek, ha rajta vagyunk, életünk van, szabadságunk van, erőt kapunk. És ez a visszatalálni ehhez a ponthoz, az mai evangélium ez, Jézus, ahogy vissza fog térni ide, a zsidók körülveszik, van egy feszültség, és utána visszatér a Jordánon túlra, ahol megkeresztelkedett, ahol János keresztel. És ez lenne a meghívás egy kicsit ma este számomra, hogy visszatérni oda, ahol mi találkoztunk az Úrral. Jézusnak van egy nagyon mély ilyen tapasztalata a keresztségekről, megnyílik az ég, és hallja, hogy te a szeretett gyermekem vagy, szeretett fiam vagy. És ez lenne az a tapasztalat, ahol meghívlak benneteket, ahova visszatérünk most, oda találunk, ahol hallhatjuk, vagy érzékelhetjük, hogy az Atya neked mondja, az Isten neked szól, hozzád szól. Szeretett gyermekem vagy, itt vagyok, várlak, itt vártalak. Visszatérni oda, ahol találkoztunk. És olyan izgalmas az, hogy keresztet vetünk, nem ez történik. Visszaemlékezünk a saját keresztségünkre, amiben megváltottunk. Visszatérünk azokhoz a pontokhoz, amit kaptunk. Oda tartottak bennünket szüleink, ott voltak a családtagjaink, barátaink. És ahogy elkezdünk imádkozni ezt a jelet, a reménynek ezt a jelét, amit ajándékba kaptunk és kapunk, ezt ebbe öltözünk be. Így kezdünk el egy imádságot, hogy oda térünk ehhez a ponthoz, ahhoz, első szeretet pontjához, ahol az Isten átölelt bennünket. És ez valahogy egy igennel kezdődött. Tegnapi, bennem van mai reggeli imámban is, meg nagyon bennem a tegnapi ünnep, Máriának az igenje. És csak idehozom számotokra is most ezt, hogy a te igened is üdvösség történetet indít el. Ahogy a Mária igenje bekapcsolódik az Isten megváltó, közeledő művében, a te igened is számít. A mi igenünk is bekapcsolódik ebbe az üdvösség történetbe. És itt kapunk küldetést majd. Ami egy gondolat, és még utána pár praktikus dolgot szeretnék mutatni, vagy mondani nektek, ami segít oda találnunk. És ez a gondolat pedig valahogy egy francia jezsuitának, a 17-18. századi jezsuitának a gondolata, Bartók Tibor rendtársamtól tanultam róla, Lálmánnak hívják, aki a tiszta szívről beszél. Ami segít nekünk megtalálni az Istent, ráhangolódni az ő jelenlétére, ahogy a mai szentmisét is elkezdtük, kérjük a tiszta szív ajándékát. És a gyakorlat, amit ő a rendtársainknak javasol, az, hogy megkérdezi tőlük, hogy jó helyen vagytok? Jó helyen vagytok belül? Ott vagy a szőlőtövön? És azt mondja, hogy amikor az óra megszólal, ezt javasolja a jezsuitáknak, amikor az óra megszólal, a harang, vagy nem tudom, akkor pillanatra álljanak meg, és csekkolják le. Jó helyen vagy? Ott vagy az Úrral? És ha nem, akkor igazíts meg. És ha igen, akkor onnan lehet tisztán látnunk. Ebből a térből lehet tisztán érzékelnünk. És mivel zajlik az életünk, nagyon sok ilyen nyom vagy inger ér bennünket, segít, hogyha figyeljük ezeket, ami történik velünk, és oda találunk az Úr felől érkező nyomokhoz. És ezért nagy kulcs lesz a megállásnak a művészete. Nem tudom veletek, hogy van most, de amikor ilyen feszültebb az idő, így azon kapom magam, hogy este még előveszem valamit, hogy nézzünk már, hogy történjen már valami. Hírek, ingerek, videók, valami, ami... És valami fejbe tudom, hogy ez sok, vagy ki kéne kapcsolni, vagy el kéne engedni. De nem olyan könnyű ez. És a meghívás mégis a gyakorlatra, maximum nem megy, de mégis meghívás a gyakorlatra, ez egy nagyon régi szerzetesi hagyomány, ha szeretnétek jól imádkozni, ha szeretnétek oda találni hozzá, az estével kezdődik. A reggeli imáink az estével kezdődnek. Nem reggel, hanem ahogy lefekszel, az számít. Mik az utolsó érzések, gondolatok, képek, amelyeket beengedünk este?
munkából zuhansz ágyba? Dolgozol-e még? E-maileket írsz? Milyen videót nézel? Miből zuhansz álomba? És valószínűleg azért, mert éjszaka dolgozunk, dolgozik a szervezetünk, az agyunk, számít, hogy mi történik. Hogy reggel, hogy tudunk oda találni, az számít, hogy fekszünk le este. Az egyik gyakorlat, amit így javasolnék, csak figyeljétek meg, hogy na, hogy néz ki egy estéd? Miből zuhansz álomba? És ha rajtad múlik, akkor az utolsó időszakát a napodnak, percek, fél óra, óra, próbáld meg kikapcsolni azokat az ingereket, amelyek kívülről jönnének, és keresd valamit, ami segíteni fogja a másnapi imádat. Az első, ami praktikus és segíteni tud, hogy hogyan fekszünk le. A másik, ami segít, hogy előkészítjük az imádságunkat. András, hogyha beszélt már nektek erről, imasarok, csomó mindent tudtok erről, ahol lehet imádkozni, ahol oda tudtok fordulni, de keressétek ezt a teret. Ignác még azt is javasolja, amikor másnap reggel elmész imádkozni, akkor ahol ülnél vagy térdelnél, állj meg egy pár méterrel előtte, és nézz rá. Ez az a szent hely, ahol találkozni fogunk. Készültem erre, mint hogyha így belépnél egy helyre, akit szeretsz, vagy vendéget fogadnál. A harmadik, ami segít, hogy érzékeljétek, mi történik. És még egyszer, ezekben nem csak könnyű érzéseink vannak, hanem ami zajlik bennünk. De az imádkozó embernek kulcs az, hogy kapcsolatban legyetek önmagatokkal, érzéseitekkel. Mert ezt fogjuk kifejezni, ebből fordulunk az Isten felé, ami van. És hogyha nem vagytok most jól, vagy nehéz, engedjétek ezt, és fejezzük ki az Isten felé. Mondjátok el neki, mondjuk el neki. És segít, hogyha este leírjátok egy gondolatban, hogy volt-e ő közel most. Nevezzétek hálanaplónak, vagy nevezzétek, hol voltatok érintve aznap. De amit keresnénk, hogy ő jött-e közel ma, hogy holnap ne kelljen nulláról indulni az imádságunknak, hanem benne tudjunk maradni ebbe a kapcsolatba. Utolsó, miért imádkozunk egyébként, ha ő is úgy is tudja, úgy is tudja, mi van benned, úgy is tudja, mi zajlik. Miért kéne nekünk elmondani ezeket az érzéseinket? Nem-e azért, mert így halljuk meg az ő hangját, kérdőjel? Hogy annyira rá tudunk szorulni a hidegre körülöttünk, a gyümölcseinkre, ahogy kéne jól, és ahogy a szőlőtő felé fordulunk, vagy a melegséget érzékeljük, ezekhez a nyomokhoz odatérünk, ott tudunk kommunikálni. Ha ott kifejezzük azt, amit átélünk, ami velünk van, ott halljuk meg, amit válaszol. És ezek néha több, mint szavak. A melegség, az ölelés, a jelenlét, az néha több, mint szavak. De az Úr kommunikál, velünk van. Úgyhogy ennek a három napnak az első napján a témánk az oda találni. És ahogy most lefekszetek ma este, vagy készültök a holnapi napra, erre hívlak meg benneteket, figyeljetek az estére, hogy készítsétek elő a holnapi imádságotokat, és a szándék az, hogy találjunk oda, ahol az Úr érintett bennünket. És ott fejezzétek ki neki, ami most van, ahogy éreztek most, ami van. Hogy a párbeszéd, a kommunikáció köztünk és az Isten között, ami még egyszer mélyebb, mint szavak, azok történhessenek bennünk. És nagyon vigasztaló ez a tegnapi ünneppel kapcsolatban, hogy Mária igénye után még kellett 9 hónap, míg megfogja az Urat. És ez mennyire jó már, nem? A saját imánkat nézve. Hogy néha nem érzékelünk rögtön, de már ott van. Hogy elkezdődött bennünk és növekszik. Hogy picit adjatok bizalmat vagy hitet ennek a kapcsolatnak, hogy növekedhessen az a melegség, ami az Úr felől érkezik. És ha nem rögtön érzitek, akkor ne essünk kétségbe. Vagy kérjétek Máriát, hogy segítsen most ezekben a napokban. Ő, aki az imádságban példánk, előttünk jár, ami neki segített kivárni, ami kezébe foghatta az Urat. Valahogy ezek a napok most, hogy készülünk mi az Úr szeretetére, az ő önátadására, segítsen nekünk így a hit növekedésében, a benne való bizalomban. Amen. Testvéreim, kérjük a mindenható Atyát, hogy a nagybőjt szent idején önmegtagadó életet éljünk, bűnbánatot tartsunk, és így készüljünk elő a húsvét örömére.
Az evangélium világossága űzze ki az emberek szívéből a bűn sötétségét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Megváltunk jósága és ember szeretete az egyházon keresztül áradjon ki az egész világra. Kérünk téged, hallgass meg minket. Krisztus békéje szüntesse meg a népek közötti gyűlölködést és viszálykodást, hogy a nemzetek békében munkálkodhassanak. Kérünk téged, hallgass meg minket. A nagybőti szentbeszédek szítsák fel a hívekben a bűnbánat és a megtérés kegyelmét. Kérünk téged, hallgass meg minket. A kegyelem ereje segítsen minket, hogy a kísértéseknek mindenkor ellenálljunk, és a jóban álhatatosan megmaradjunk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Kérünk, Urunk, áld meg és szenteld meg Várszegi Benedeket. Kérünk téged, hallgass meg minket. És imádkozunk még egymásért, ezért a három napért, amikor együtt imádkozunk. Szeretnék értetek imádkozni most, hogy az, ahogy imádkozunk és az Úr felé fordulunk, most a mi előkészületünk segítse a vele való találkozást, és ez a három nap tényleg segítse imánkat. Hallgass meg, Urunk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mindenható örök Isten, irgalom Atya, fordulj felénk jóságosan, amikor bűnbánattal és bizalommal közeledünk hozzád, és újítsd meg kegyelmedet népedben, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javán. Add meg nekünk, irgalmas Istenünk, hogy mindenkor méltóképpen szolgáljunk oltárodnál, és az áldozatban való részesedésünk legyen üdvösségünkre, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban, méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig, és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te gyermekeid lelki tisztulására üdvös időt rendeltél, hogy szabaddá váljanak minden bűnös vágytól, és úgy használják a mulandó javakat, hogy többre tartsák az örök élet kincseit. Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Isten. Dicsőséged betölti a mennyet és a földet, Hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk, Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret. Majd hálát adott, megtörte,
tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is. Majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel halljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. És könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel az ügyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Amen. Ha Istent atyánknak hívjuk, testvéri szeretettel bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindig bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Krisztus, ami békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz, és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk,
Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Urunk Jézus Krisztus, az élő Isten fia, te az Atya akaratából, a Szentlélek közreműködésével, halálod által életre keltetted a világot. Szabadíts meg minket most a te szent tested és véred által minden vétkünktől és minden bajtól. Add, hogy mindig ragaszkodjunk törvényeidhez, ragaszkodjunk hozzád, és soha el ne szakadjunk tőled. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
benneteket, akik így együtt vagyunk és együtt imádkozunk most a mindenható Isten, Atya, Fiú és Szentlélek. Amen. A szentmise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála. A keresztfához megyek.